megeszed a szarangomat. Tyutyú! Sziasztok, Csapó András vagyok, innen jelentkezek megint Baliról. Jelenleg itt vagyunk a Bujantónál. Emellett található nem messze a Beratantó, ami eléggé híres, mivel ott van az egyik ikonikus templom a Balinak, amit majd egy kicsit később megnézünk, csak még zárva van. Ide jöttem, hogy láthassam a napfelkeltét, és hát most körülbelül 7 óra van, és elég hűvös az idő. Nagyon érdekes, mivel mindenki úgy gondolja, hogy Balin csak hőség van, és 30 fok, és napsütés. Bár napsütés van, de most körülbelül egy ilyen 18-20 fok lehet itt, és nekem már eléggé hozzászokott a szervezetem, hogy jó idő van, és most eléggé fáztam idefele jövet, de azért nem csoda, hiszen körülbelül 2000 méter magasan vagyunk éppen. Az előbb sétálgattam itt az erdőben, és az embernek olyan érzése van, mintha Erdélyben lenne egy ilyen hűvösebb nyári napon. Szóval nagyon érdekes ezt is így megtapasztalni Balin. Közben itt a kutyák mindjárt elviszik a kamerát, de szerintem meg lesz. Szóval egyelőre itt vagyunk, várunk egy kicsit még, utána pedig visszamegyünk a Berátáltóhoz, és megnézzük az ottani templomot. Viszont addig itt is találunk egy templomot, ez a Danau Bulián, ezt addig meg tudjuk nézni, és utána tovább megyünk. Ha marad időm, és nem lesz nagyon esős az időjárás, akkor pedig a Jati Luvi nevű rizsföldre szeretnék még eljutni. Bízom benne, hogy belefér a mai napba, és meg tudom nektek mutatni. Tartsatok velem! És ez a templom is zárva van, szóval muszáj vagyok egy kicsit még várakozni, és hát addig felfedezni itt a környéket, ami mondjuk nem baj, mert eléggé gyönyörű vidék. Itt vagyok most Szingarajzsában, ami hát érdekes név, mivel a Szinga oroszlánt jelent, a Rajzsa pedig király, tehát igazából itt vagyok oroszlán királyba, mondhatjuk ezt így is. Találtam egy kis templomot, egy kis hindu templomot a tengerpart mellett, ide bejöttem, és egy nagyon kedves bácsi és két hölgy éppen áldozati adományt mutatott be az isteneknek, és ezt végig tudtam nézni. Reggelim. Egy jó kis nasi gorenget fogok enni, ami egy helyi étel. Indonéziában kb. Mindenhol ezt rendszeresen fogyasztják. Ez igaziból sült rizs, és általában tojással szokták tálalni, meg egy zöldségekkel, csirkével, és hát előszetesen, mint minden, ez is csípős, hogyha az ember nem szól, hogy nem szeretné, hogy csípős legyen. Én ezt most elfelejtettem, majd kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. És nagyon jó kis kellemes tengerparti helyet találtam. Amúgy egy ilyen tálétel, meg egy tea, amit hozzáiszom, az körülbelül átlagban egy ilyen 300-400 forint szokott lenni ilyen helyeken. Ez, hogyha az ember beül egy vendéglőbe, akkor felkúszhat akár 1000 forintig, de igaziból ugyanazt kapja, csak kicsit más a körítés.
én most neki látok. És csípős. Megálltam a Begyi névre hallgató templomnál, mivel még az egyik helyi barátomtól kaptam egy tippet, hogy ha Singarajába járok, akkor mindenféleképpen látogassam meg ezt a templomot. És hát nem csalódtam, hiszen gyönyörű, gyönyörű atmoszférában, gyönyörű faragások vannak végig, minden oltár külön-külön és egybe is nagyon megállja a helyét. Rendkívül nyugalom van itt ebben a kertben, nincsenek egyáltalán turisták, egyedül egy házaspár fotózása zajlik éppen a kapun kívül, szóval teljes nyugalom. Ez kicsit végre olyan Bali, mint ami a képeslapokon látható, és nem a Denpasari zsufi. Erről a templomról annyit kell tudni, hogy eredetileg azért építették, hogy jó legyen a termés, illetve azoknak az isteneknek emelték, amelyek felelősek azért, hogy jólétben éljenek az emberek. És a 15. században épült, tehát nem egy mai templomról beszélünk. Én nem mehetek föl megnézni az oltárakat közelebbről, oda csak a hindu helyi hívők mehetnek föl. Amúgy azt ajánlott tudni, hogyha ilyen helyre jöttök, akkor mindenféleképpen legyen nálatok egy szarong. Így sokkal kényelmesebb, mivel a sajátotokat viseltitek, illetve hogyha nincsen esetleg a templomnál, akkor nem tudtok bemenni, hiszen csak szaronggal, amit itt láthattok rajtam, csak szaronggal lehet bemenni ezekbe a szent helyekbe. Illetve érdemes odafigyelni, hogy a váll el legyen takarva, főleg a nőknél, de illik azért a férfiaknál is. Ide a belépő az 10.000 rúpia volt, alias 200 forint. Nagyon megérte. De mennem kell tovább. Remélem, hogy a következő állomás már a Pratan tó partján lévő templom lesz. Találkozunk ott. Újra itt vagyunk az Ulundanu Beratan templom együttesnél, szerencsére nem esik az eső. Amit tudni kell erről a templomról, hogy ez egy hindu templom együttes, a 17. században épült, és több oltárból áll össze. Legfőképpen a három főistennek, a Trimurtinak, azaz Brahmának, a teremtőnek, Visnunak, a megtartónak, és Sívának, a pusztítónak a tiszteletére épült, illetve ezen kívül még a tóistennőjének is szentelték ezt a helyet. A templom együttes kertjében amúgy helyet kapott egy buddhista szentély, ami buddha szobrokkal és egyéb más buddhista motivumokkal van tartítva. A belépő 50.000 rúpia, a sors iróniája, hogy az 50.000-esen pont ez az építmény látható, ami 1.000 forint, helyieknek ez csak 20.000 rúpia, tehát 400 forint,
Én mindenféleképpen ajánlom, hogy ha valaki Balin jár, akkor jöjjön és nézze meg, hiszen ez egy rendkívül egyedi hely. Teljesen más, mint mondjuk a déli részei Balinak, teljesen más a klíma, teljesen más a környezet, és természetesen nagyon jól néz ki ez a templom. Viszont annyit előrejáróban mondanék, hogy azért ez nem ugyanúgy néz ki, mint általában a képeken és képeslapokon és Instagram fotókon. Szóval ne legyenek óriási elvárásaink. Attól függetlenül nagyon szép, érdemes eljönni ide, és érdemes megnézni. Én most tovább indulok, remélem, hogy még a rizsteraszokat elérem, és nem lesz óriási eső. Gyertek velem! Mint láthatjátok, megérkeztem a Jatiluvi rizsföldekhez, ami Tabanan térségben helyezkedik el. Nem volt egyszerű idáig eljutni, de viszonylag rendbe ment minden. Szerencsém van, hiszen most azért esős évszak van, de teljesen jól látszik az egész terület. Amúgy az UNESCO világörökségnek a része, több mint 600 hektárnyi rizsföld helyezkedik el egymás mellett, gondosan összerendezve, szisztematizálva, hiszen egymásba torkollanak a rizsteraszok, és az az érdekesség, hogy ezt már a 9. század óta művelik ezt a területet az itteni emberek, szóval egy iszonyatosan régi agrikultúra működik itt a területen. Szóval ahhoz, hogy körülnézhessünk a területen, ahhoz fizetnünk kell, amikor belépünk. Ez 40 ezer rúpia, tehát azt jelenti, hogy 800 forint a beugró. Hogyha diák vagy, mint jelen esetben én, akkor ez csak 15 ezer, tehát 300 forint, de ez még bőven a tripláját is megérni. Amit én egyszerűen nem tudok hova tenni, az, hogy miért mindenki a Tegalalang rizsföldé van oda, ami Ubud környékén található. Ez mérföldekkel jobb. Tehát iszonyatosan nagy, gyönyörű, a környező terület is iszonyatosan szép, nincsen olyan meleg, mint Ubudban. Szóval én mindenféleképpen azt ajánlom, hogy látogassatok el ide, hogyha Balin jártok. Attól függetlenül menjetek el a Tegalalanghoz is, hiszen az is gyönyörű, de az tele van turistákkal, és egyáltalán nem ekkora és ilyen monumentális. Amit még tudni kell, hogy most amúgy 700 méterre vagyunk a tengerszint fölött, és most ez a legkellemesebb idő. Nincs meleg, nincs hideg, jó, egy picit esik az eső, de hát azért ne panaszkodjunk. Szóval én nagyon jól érzem itt magam. Négyféle túrát lehet választani, mindenki a maga igénye szerint állíthatja össze, hogy melyiket szeretné végigcsinálni. Ez igaziból csak távban különbözik. Van egy ilyen kis kunkor, van ami egy kicsit nagyobb, van egy ilyen közepes tempó, és van egy nehezebb. Én most a közepeset választottam, ami nagyon szépen körbevitt, ez a kék útvonal volt. Én úgy érzem, hogy mára ez így elég volt, és remélem, hogy élveztétek ezt a kalandos kis utazást. Bízom benne, hogy a továbbiakban is majd velem tartotok. Sziasztok!